Az oktatásban, az egészségügyben és a közvállalatokban is 10%-kal csökkennek a fizetések július 1-től. Ez azt jelenti, hogy egy óvónő mintegy 4000 dinárral, egy tanár 5000 dinárral, egy orvos 7-8000 dinárral visz majd haza átlagosan kevesebbet, mint eddig. A közintézményekben dolgozó kisegítő személyzet fizetése sok helyen nem haladja meg a 20000 dinárt sem. Az ő fizetésük is kevesebb lesz az év második felében. Alexander Vučić miniszterelnök expozéjában más megtakarításokat is kilátásba helyezett a közszférában. Značajno smanjenje diskrecionih rashoda na dnevnice za službena putovanja i drastično smanjenje troškova reprezentacije i putovanja. Značajno smanjenje materijalnih troškova povezanih sa korišćenjem službenih vozila, u čemu smo evropski rekorderi. Minimalan broj ljudi ispod nivoa ministra imaće pravo na službeno vozilo. Mnogi će i odavde i na mnogim drugim mestima koliko u narednim danima da se pozdrave sa svojim službenim vozilima. Imate platu, kupite automobil, vozite automobil, ne vozite državne pare i ne trošite državne pare. A nyugdíjasokat is érintik a szerb kormány megszorító intézkedései. A nők az eddigi 60 helyett 63 éves korukban vonulhatnak majd nyugdíjba, de a férfiaknál is várható, hogy 65 helyett 67 évesen fejezhetik be majd a pályafutásukat. Az új kormány eredetileg nem szerette volna csökkenteni a nyugdíjak összegét, de Lazár Krstić pénzügyminiszter kedd este már azt jelentette be, hogy év végére nyugdíjcsökkentésre is szükség lesz. Hozzátette, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy a lakosság számára elviselhetőbbé tegye a megszorítások negatív hatásait.